Jó napot kívánok, sziasztok! Akkor nézzük meg ezt az ötös Mazdát, amit itt a srácok kiállítottak nekem. 174.898 km futással rendelkezik ez a Mazdánk. Ez egy igazolt, garantált kilométerfutás. A mellettem lévő kollégák, itt van velem Peti, Feri és Concerto is, hoztak nekem itt valamit. Nem csak azt, hogy itt csücsülnek, valami feladatuk nekik is van. 2008. 4. hó 1-én került forgalomba ez az autó. Az almás szemet itt tudjátok megnézni, itt pedig azt, hogy 25-11-13-ig van neki műszaki vizsgája, tehát friss 2 év műszakival kapjátok. 174.868 km-nél volt ez a műszaki vizsgája kocsinak, tehát most néhány nappal ezelőtt. Én először kiszállok és megnézegetjük kívülről, kinyitottam az elejét, és átnézzük, aztán megyünk vele egy rövid próbakört. Hát ez nagyon szép kis fekete színű autó, sötét, mint az éjszaka, nem sokára tényleg az is lesz, mert hogy erősen lemenő napfényben vagyunk. Annyi biztos és 100%, hogy vadonatúj a féktárcsa elől, a betét is és hátul is, ezt saját szemetekkel fogjátok látni. Teljesen új műszakira kapta ezeket a szép kis féktárcsákat. Nagyon jó állapotú Goodyear márkájú gumiabroncsok vannak rajta, téli mintázattal, ezt lefotóztam, meg tudjátok nézni. Ugye ez egy jó kis praktikus autó, ez egy családi autó, ez egy 7 személyes autó. Egész jó lehet vele pakolászni, lehet benne pakolászni, illetve magát az ülésrendet is tudjuk többféleképpen módosítani, amit szintén majd már is meg fogok nektek mutatni. De először itt az elejéhez mennék, a motorját nézzük meg, ez egy 110 lóerős dízelmotor, kötvényszórók, szép lámpatestek, ezek működnek is mindegyik, a szélvédőnk is tökéletes állapotban van, nincs rajta semmilyen hiba, és nincs rajta kavics felverődés. Itt a motorunk, íme, és amit találtam benne, egy 2020-as olajcserét, ami 144.000-nél volt, aztán van egy 22-es, ami 164.000 kilométerről szól. Ezt lefotóztam, meg tudjátok nézni, ki lehet nagyítani a képeinket. Benne van a szigetelés, és nagyon mutatós, szép kis kocsi szerintem, legalábbis így, hogyha megnézegetetek majd is eljöttek, akkor ugyanezt látjátok majd, mint én. Íme, vadonat új, annyit ment, amely a vizsgára ment és vissza. Ez a féktárcsa, meg a betét. Azt mondja, hogy tehát a hátulja felfelé fölnyílott, és itt tudunk variálni, nem is keveset, mert hogy tudunk benne ülni heten, aztán tudunk benne ülni hatan, öten, és tudunk benne ülni négyen is, mert hogy azt is lehet borítani, azt is meg fog mutatni, macsok jó nagy hely van benne. Így néz ki hátulról a gépünk. És ez erősebb sötétítés kapott itt, ugye ez az üvegezés, és ezt fel tudjuk nyitni, ezt át tudjuk forgatni, ezt be tudjuk csukni, és ezt pedig le lehet hajtani. Íme, szerintem nagyon jó pofa, tehát így nagyon kényelmessé válik, főképpen úgy, hogyha lehajtjuk ezt is, és akkor mindenkinek van könyöktám, mert olyan, mint egy fotelba csücsülne itt a középső utas, vagy pedig visszacsináljuk az egészet, ez is néhány mozdulat csak. Íme, és már is 5 személyes az autónk, vagy pedig 6-7. Szép és kultúrált a belseje, kellemes illat van benne, van a hátsó utasoknak felhajthatós, lehajthatós, pohártartós ilyen kis tárló tálcikája, függönylégzsák, előlégzsák és oldallégzsák van benne. A tolóajtón könnyedén elszaladt, én meg ide becsücsülök. Tökéletesek az ülései, állítható magassággal rendelkezik, valakint feküdt benne, előbb ezt visszaállítom. 4 darab elektromos ablakunk van, ezeket már fel is húzzuk, mert annyira nincs jó idő most már. Nézzük meg, mit találunk itt még benne. 6-os a kéziváltója, íme, aztán digitális automata klímánk van, ott mutatja, hogy hány fokra állítom, tekergettem, hogy jó, és ez pedig, hogy hova fújjon a levegő, a zene, a zene, a zene. A meglepetésért töltsd le a jettelappot. Letöltöm már is.
azt mondja, CD rádió van benne, és három kulcsot kaptunk hozzá, két távirányítósat, meg egy ilyen simát, zsebre lehet tenni, van benne tempomat, ott meg is jelenik azonnal, szembe velünk az, aki sárga, innen megy a zene is, ha minden igaz. Tényleg megy, és keresi a csatornákat is, ha minden igaz. Valamit mindenképpen talál, hogyha keresünk valamit. Jó, ezt majd beállítom. Tudjuk némítani is, világítás pedig automata funkcióra is beállíthatós, íme. És akkor bekapcsolja magától a világítás, és ott szembe pedig átkapcsolom a fényszórót, és működik ez is. És még dudánk is van. Szerintem így nagyjából megnéztünk mindent, és padlógázzal elindulunk, mert hogy zöld a lámpák. Haha, éppen át slitszoltunk rajta, de még mögöttem átjöttek. Kötfényszóró nem kell. Nézni. Ide befordulunk. Amúgy ilyen kis kultúrát, szép kis fehér színű a számlapunk, fekete és fehér színű a számozás rajta, piros mutatókkal. Szuper jó ülni benne. Kényelmes, tágas, fennél is elférek, magas ember is jól fogja magát benne érezni szerintem, mert jó val fölöttem van még itt ez a tetőrész. És mi van még itt? Van itt nekünk szemüveg, tartunk is, úgy né? Egyet ír a könyvecskéje fogyasztásügyileg. Szerintem simán ki lehet belőle hozni. Takarékos dízelmotor. Nézzétek meg szépen, mert egy kicsit odalépek neki. Ilyen szépen fölgyorsultunk. Fék az jó rajta, mint mondottam, láttátok. Abszolút tökéletes állapotban van. Nézzük meg a hátramenetet is. És akkor még gyorsan egy indítást még mutatunk nektek, hogy hogy indul az autó. Íme. Be tudtunk vele jönni. Könnyedén, és akkor nézzük meg, hogy leállítjuk. Íme a három darab kulcs, kód, minden megvan hozzá. Azt mondja, hogy bedugjuk, elforgatjuk. Hello. Szóval Kossuth Rádió. Így, né? És már működik is a gép, teszi a dolgát. Szerintem, amennyiben megjött a kedvetek, itt az M3 autóparkban tudtok majd velünk találkozni. A viszontlátásra, sziasztok!